Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Iker Lang szerelmi jóslás. Ez a felvétel egy személyes jóslás Lina számára. Kedves Lina, üdvözöllek téged, a kérdésed az, hogyan tovább? Ő egyik pillanatról a másikra elhagyott téged, de te úgy érzed, vissza fog térni. Amit én érzek, hogy kettőtök között van ez az Iker Lang szerelmi kapcsolat. Itt ez a három kártya mutatja a te jelenlegi helyzetedet. Az első képen látunk két férfit, akik szemben állnak, és egy ilyen madzagot húznak ide-oda, az azt jelenti, hogy van nálad ez a húzavona. Nem tudod, hogy mit tegyél. Jelentkezzél-e nála, vagy sem? Visszatér-e hozzád, vagy sem? Bizonytalanságra utal ez a kép. A következő kártyán látunk egy hölgyet, aki nagyon szomorú, félelmei vannak, de át kell ezen tenni magadat. Ott van a fény, ott vannak a lehetőségek, amire a kard, ez a harmadik kép utal. A kard szimbolizálja azt, hogy tegyük át magunkat a félelmeken, vágjuk ezt el. Ugyanúgy, mint Mihály őrangyal, elvágja az ő kardjával a mi félelmeinket, erre utal. Persze a kardnak van más jelentése is, szimbolizálja a levegő elemét, ezek a könnyűségek, a felszabadulás érzete, és utal a kommunikációra. Ez nem jelenti azt, hogy te jelentkezz nála, hanem higgy abban, hogy ő visszatér hozzád, hoz döntéseket, és meg lesz köztetek ez a kapcsolat. Érezd magad szabadnak. És most megtekintjük az ő jelenlegi helyzetét. Az első képen látunk egy szerelmes párt, az te vagy és ő, azon kívül a kelyheket, azok szimbolizálják a víz elemét, tehát az érzelmeket, azon kívül a kettes szám, te és ő, itt nincs egy harmadik személy. A következő képen látunk egy lovas férfit. Ő tudná irányítani a dolgokat, lehetne mozgás, de ő megállt, várakozik. A kezében van az arany érem, az utal az anyagiakra, az ő munkájára, de másra is, mégpedig az értékekre. Te értékes vagy a számára. Vagy kell neki a belső érték, hogy ő megérdemel téged. Értékes arra, hogy megkapjon téged. Lehet, hogy várakoztat, mert ez az arany érem mutatja a föld elemét, és az jelenti a türelmet is. Azon kívül a föld eleme utalhat reális dolgokra. A kelyheknél néha álmokról van szó, a föld eleménél pedig a tettekre. Ezek az ő tervei, mégpedig a jelen pillanatban. A harmadik kép az ugyanúgy, mint nálad egy ilyen kis húzavona, tegyem, ne tegyem, ő megpróbálja ezt kiegyensúlyozni. Időre van szüksége, de nem fog sokáig eltartani, egy-két hónapon belül
fog ő újra jelentkezni nálad. Most megtekintjük azt, hogy miről kellene elgondolkoznod, mert az, ami a következő 3 hónapban történik. Az első képen látunk egy érmét. Az mutatja azt, ami ebben a hónapban történik, ezen kell elgondolkozni. Ez utal az anyagiakra, a munkahelyedre, de az értékekre is. Elgondolkozni azon, mennyire értékes számodra ez a párkapcsolat, mennyire értékes ez a férfi a számodra, de a te belső értékeidről is szó van. Te megérdemled azt, hogy boldog légy. Itt az 1-es szám azt jelenti, hogy most te állsz a középpontban. A 2. képen látunk egy férfit, aki cipeli ezeket a botokat. Az nagyon nehéz. Vannak nehézségek, kihívások, de ezt meg kell oldani. Amikor én ezt a képet megnézem, nekem mindig egy tolvaj látható itt ezen a kártyán, ez, ami eszembe jut. Ez utalhat arra, hogy valaki megpróbál téged anyagilag kihasználni, hiszen az első kép az utalhat az anyagiakra is, vagy sokat kell dolgoznod, és kevés pénzt kapsz érte. De amikor egy lopásról van szó, mert ez a tolvait megjelenik, akkor vannak érzelmek is, félsz attól, hogy elveszíted őt, mert ő értékes számodra. A 3. képen látunk egy királynőt. Te vagy ez a királynő. Légy büszke, legyen ez a fellépésed. Ez a királynő uralkodik a levegő eleme felett, és fontos döntéseket hoz. Ez utal január hónapra. De azt is jelenti, hogy vágd el a félelmeket, érezd magad szabadnak. A levegő eleme, ami felett ez a királynő uralkodik, az utal a kommunikációra is. És most megtekintjük azt, hogy mi várható nála a következő 3 hónapban. Mi foglalkoztatja őt, vagy mik a tervei? Itt az első képen láthatjuk azt, hogy ő sok mindent maga mögött hagyott. Ezek kihívások voltak, nehézségek. De mint győztes, áttette magát ezeken a dolgokon. A háttérben minden olyan szürke, az utal félelmekre, bizonytalanságokra. Kell egy kis idő, amíg átteszi ezen magát. Ezt érzi ebben a hónapban. Decemberben javul a helyzet, azt mutatja ez a 2. kép, ezzel a csónakkal. Elhagyja azt a helyet, ahol ezek a kihívások voltak, és keres egy új irányt, vagy keres egy kiutat. Ő nem tudja, hova érkezik meg. Nem látni a partot. De érzi azt, hogy kellenek ezek a változások. És nagyon bátor, mert teszi ezt az utat. Ez lehet egy ilyen belső, lelki út is. Ezek a megújulások. Január hónapban javul a helyzet, és ez a szerelmes pár arra utal, hogy lesz köztetek egy közeledés, egy új kezdet, egy párkapcsolat. Ezek az ő tervei, de neki időre van szüksége. Most megnézzük a titkokat, a mély titkokat, először nálad. Itt ezeknél a titkoknál arról lehet szó, hogy ezek a te titkaid, vagy még minden olyan titokzatos, átláthatatlan,
jelenti azt is, hogy mi történik később a továbbiakban, ami még nem látható, nem érezhető. Az első képen látunk egy fiatal fiút. Ezek a megújulások. Itt van kis lépésekről van szó, de változik valami nálad. Ez a fiú mutatja azt, hogy mi változik. Az anyagiakat hozod rendben. Javulnak a pénzügyi dolgaid. Ez az arany érem mutatja az értékeket is. Te értékes vagy számára. Legyen meg a belső értéked. Ez az arany érem jelenti a föld elemét. Azok reális dolgok. Tehát ez a párkapcsolat kialakul kettőtök között. A következő kép mutatja a kelyheket. Itt a víz eleméről, tehát érzelmekről van szó. Ennél a képnél az álmaidról, a vágyaidról, a reményeidről. És ez megvalósul. Ez a fiatal fiú átnyújtja számodra a föld elemét, mutatja neked, ebből lesz valami. Higgy ebben. A harmadik kép mutat egy uralkodót. Uralkodj a gondolataid felett, uralkodj az érzelmeid felett, uralkodj az életed felett. De mutatja az ő fellépését is. Nagyon magabiztos. Most megtekintjük az ő titkait. Az első képen látunk egy kislányt, aki nagyon szomorú. A szíve, a lelke sebzett. A kártyáknak szimbolikus jelentése van. Ez lehet az ő érzelme. Ez a kislány fiatal. Az mutatja az ő múltját. A gyermekkori vagy ifjúsági emlékeit. A szíve sebzett. Tehát kell számára ez a gyógyulás. Te vagy számára ez a gyógyító hatás. De légy türelmes vele és megértő. Lesz itt jobbulás, mert a következő kártya, ez az arany kehely, mutatja, hogy ő megtalálja a belső nyugalmát. Ez olyan, mint egy forrás. Ez nem csak az intuíciójára, az álmaira, a vágyaira utal, hanem mély érzésekre. Mivel itt lesz gyógyulás, így látható is, itt van víz, ebből a forrásból ő meríthet. És a harmadik kép mutat egy királyt, és ez a király uralkodik a föld eleme felett. Ezek nem csak álmok, hanem tettek. Ő ezt élni szeretné. Az ő vágyait, az ő álmait. És ezek a reális dolgok. Azon kívül mutatja a belső értékeket, az ő saját értékeit, de azt is, hogy te értékes vagy számára. A következő kártyánál van egy üzenet, egy lelki üzenet, ami most fontos lehet számodra vagy számára, én úgy mondanám, fontos mindkettőtöknek. A lelki üzenet. Élj könnyen játszadozva. Hallgass a belső hangodra. Ápold ezt a belső gyermeket, ami rá is vonatkozhat. Kedves Lina, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!